Még március elején döntött az országgyűlés arról, hogy az idei évtől nagypéntek is munkaszüneti nap lesz. Így az ünnep mind a négy napját szabadon tölthetjük el. A húsvét ugyan a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ám a családok körében hasonlóan nagy hagyományokkal bír, hiszen a tavasz eljövetelének is ekkor örülhetünk. Számos népszokás kötődik hozzá. A legismertebbek a locsolkodás és a tojásfestés. Stábunk kilátogatott a piacra, mert kíváncsiak voltunk, vajon a makóiak hogyan készülnek a húsvétra, mi kerül ilyenkor az asztalra, és tartják-e még a hagyományokat. Sonka, tojás, várjuk a locsolkodókat, menjünk locsolkodni, és pihenünk. Ez egy nagyon szép ünnep, én szerintem. Ez nem csak az egyháznak, hanem az emberiségnek is. Karácsony után szerintem ez az egyik legszebb. Tartják még akkor a hagyományokat? Hát igen, persze. Tormával ugye, amit szeretünk, házi sonka, és hát majd húsleves lesz, én pörköltet akarok, most mi menjünk vendégségbe, meg sült húst, ezt terveztem, meg ilyen ropit szoktam sütni mindig, ezt a sósat. Úgyhogy azt nagyon szereti mindenki. Tartják-e még a hagyományokat? Festenek-e tojást, lucsolkodás van-e még? Hát gyűnnek, meg az unokák így gyűnnek lucsolkodni, úgyhogy tartjuk, úgyhogy mindenféle hagyomány, tehát a gyereküket azért úgy, hát meg a vejem is úgy szokta, hogy viszi, tehát nálunk kezdik, azt utána mennek meg vidékre is, meg minden, úgyhogy tartjuk. Várom az unokákat lucsolkodni, a csokoládé az egyértelmű, és hát valószínű, hogy az egyik napon egy kis ebédet is rendezek a gyerekek számára. Mi szokott az asztalra kerülni ilyenkor? Hát, még több kívánság szerint. Egyébként szeretik a sajtlevest, a pirított zsemlekockával, és aztán valami egyszerűbb hús. Nem szoktunk borzasztó sok mindent, miután a sonka úgy is van mindenkinél, tehát egyszerűbb dolgokat inkább azért csinálom, hogy együtt legyünk. Mindig azt kéne, ami nincs.